tavasztól szerint, tudomásom szerint, tavasztól egész idáig még most is föl lehetne küldeni egy drónt esetleg, vagy mit tudom, körbenézni itt a vasút területén. Na, hát az a másik. Nincs fű levágva, nincs parlagfű levágva, egyáltalán gazosodik teljes mértékben, olyan ott az a rész, hogy az katasztrofális. A múlt éven volt a legutolsó az, amit ott elkövettek, gyomírtás, vagy kaszálás, vagy valami ilyesmi dolog. Ugye allergia, meg mi egymás. Palkovics Katalin a 9-es számú választókörzet képviselőjelöltje, Stankovics László a 8-as számú választókörzet képviselője, és Mészáros László a 10-es számú választókörzet képviselőjelöltje nyílt fogadóórára invitálta az érdeklődő polgárokat augusztus 13-án kedden 14 órára a Békeváros részbe. A rendhagyó fogadóórán Cserna Gábor polgármester úr is részt vett, ahol a három körzet lakói közül bárki elmondhatta a véleményét, kérését, kérdését a képviselők felé. Mikor kapunk egy közvetlen járatot és egy olyat, amivel el tudunk jutni a Tescóba? Mert kisétálni még csak ki tudunk 80-on felüli fejjel. Ugyanez a szitu, tehát hol ám? Rákérdezni rá tudok, a menetrendet meg ugye összerakják össze, hogy a képviselő úr jelezte. Egy csomó olyan probléma van, ami ugyan állami vállalatokat érint, de közvetlen igen nehezen tud ráhatni egy önkormányzat, bármelyik település önkormányzat. Lásd mondjuk a MÁV esete. Van olyan szitó a MÁV vasútállomás épülete kapcsán, ahol évek óta levelezésben vagyunk a MÁV-val, mint önkormányzat, hogy jó lenne rendbe rakni azt a várótermet, meg azt a fogadóhelységet, úgymond. Ez nem könnyű történet. Az a baj, hogy a tömeg az nem jön ide, csak a buszon. Mert ami mérgelődik, önkormányzati és feladat, az nyilvánvalóan a képviselők, a polgármester egyik felelőssé tehetők, amely már áttétes egy kicsi, az már sokkal bonyolultabb abban azokba az ügyekbe lépni, még akkor is, ha megpróbálnak a képviselőtársaim jó szándékkal segíteni. Palkovics Katalin a 9-es számú választókörzet képviselőjelöltje is igyekezett megoldást találni a meglévő problémákra. Itt, hogyha már a Dunanetről és a Vertikáról beszélünk, ugye tetszett mondani a szelektív szemetet is, azt tudni kell, hogy ez közfeladatellátás, az önkormányzat végzi a saját pénzén, tehát közpénzből. Ezt ők heti, havi rendszerességgel, megvan ennek a menetrendje, ürítik. Itt megint a lakosságra van szükségünk a tekintetben, hogyha az a konténer tele van, akkor nem ellé rakjuk. Stankovics László a 8-as számú választókörzet képviselője, és Mészáros László a 10-es számú választókörzet képviselő jelöltje is készségesen válaszolt a felmerülő kérdésekre és kérésekre. Nagyon sok barátom, ismerősöm lakik azon a területen, úgy gondolom, hogy le fogunk ülni, egyeztetni fogunk, képviselem az ügyet az önkormányzat felé, a hatóságok felé, és amit csak lehet, ebben a mandátumban, ha sikerül, és megválasztanak, én is megkapom azt a bizalmat a lakosságtól, hogy én képviselhetem az érdekeiteket, akkor minden további nélkül nem zárkozom el, teljes melbedobással leülünk, megcsináljuk, megterüljük, segítjük az önkormányzat munkáját, és megyünk előre. Feladat van, nagyon sok van, tehát hál' Istennek annyi feladat. Mindig sosként a gyerek volt. Tehát hál' Istennek annyi feladat van, hogy ha a polgármester úr támogatásával az milliárdok elköltése nem jelent gondot ahhoz, hogy a lakókörnyezetünk sokkal jobb legyen. De mindenféleképp szükség van. Szükség lesz ezekre a fórumokra, mert sokszor nem nagyon sok pénz kell, sokszor a hozzáállás, a lakók összefogása, a várossal való jó kommunikáció kialakítása sokkal nagyobbat tud ezeken a dolgokon segíteni, mint azt gondolnánk. Visszatér egy omos területre. Tehát tavaly levágták, rendben van, na de ez magánterület és se egy felszólítás. Most nem, és évtizedek óta, tehát még büntetés sem volt, és mi adóforintunkból vághat le magánszemélynek azt. Szerintem ez meg felháborító. Beleszólhatom? Következőt kérem, menjen be a városházára, egy pillanat hadd mondjam, hogy de hova? Meg kell menni a... Nem, hanem birtokvédelmet kell kérni.
Hát a birtokvédelem az a harmadik emeleten van, a Molnár Tibor, dr. Molnár Tibor, és mindenkit arra ösztönzök, hogy menjenek be és kérjenek birtokvédelmet, hisz mint hatóság jár el. Tehát azt, hogyha bemegy mondjuk a városüzemeltetésre, a Szabó Laci, a főkertész azt fogja mondani, levágom. De ha birtokvédelmet kérnek, akkor úgy járnak el, mint hatóság, és behajtatják rajta a pénzt. Rendkívüli fogadóórákat a képviselőjelöltek egyenként is szeretnének majd tartani a közeljövőben, ahol a lakosság bátran fordulhat majd hozzájuk a megoldásra váró problémáikkal.